Szeretnélek megkérni arra, hogy legyél most casting direktor, hogy mi bejutnánk-e mondjuk a te általad rendezett filmre. Én egy nagyon jó profi színészt hívtam éppen ezért magam mellé segítőtársul. Úgy hívják, hogy Fömötör Márti. Igen, és a szomszédokból vettünk ki egy jelenetet. Beszélgessünk az internetről. Márti az F, a Feri, én pedig vagyok. Feri. Igen, K a kutya. Köszönöm. Jó, uh-huh. Tehát hogy akkor ez hogyan történik? Ferikém, te jössz. De te vagy a Feri, Muci. A géphez egy telefonvonalat is kapcsolnánk, naponta ellenőrizhetni a bank számláját. Ezzel a géppel? Innen ellenőrizhetném? Hát ezt nem, ezt nem hiszem el. És a banktitok? Van egy kódja, amivel csak a sajátját nézheti, másikba nem juthat, de viszont bejuthat modern könyvtárakba, lexikonadatokba, az elektronikus információs rendszer behálózza az egész világot. Bámulatos, nem fogom fel. Hát én azt sem értem, hogy mitől világít a villany a lámpában, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk. Háj. Hát engem eléggé meggyőztetek egyébként. Szomszédokban szerepelhetünk. Andi, bukni fogsz a filmjeiddel. Hát most mit mondjak erre? Először is azt szokták kérni, hogy vázoljuk fel, hogy a két karakter milyen relációban van egymással. Tehát, hogy te ki vagy? Hát én most Vágási Feri voltam. Igen, én pedig házmester. De Feri és a kutya, így van, én házmester. Én egy házmester vagyok, ő köztük. Pedig egy informatikus nyomdász. Illetve bútor. De cipelő. Mondjuk tisztelik egymást, jóban vannak, vagy pedig szomszédok tehát, hogy tulajdonképpen a Vágási Feri tiszteli kutyát, de kutya tulajdonképpen lenézi a Ferit, mert úgy gondolja, hogy egyszerűen egy nyomdásszal nem áll igazából szóba. Akkor most tehát, és próbáld belül. Meg úgy előadni, hogy egy kicsit flegmában. Flegmában. Jó, oké, akkor már is. Figyelj, kutya, kezd, légy szíves. Kutya, te vagy a kutya. Igen, én kutya, Ferikém. Jó. A géphez. Ja, zene, jöjjön. Egy telefonvonalat is kapcsolnánk, naponta ellenőrizhetni a bankszámláját. Ezzel a géppel? Innen ellenőrizhetném, hát ezt egyszerűen nem hiszem el. Hihetetlen. És a banktitok? Van egy kódja, amivel csak a sajátját nézheti, másikba nem juthat be. Most Dögös Feri lettem. Viszont bejuthat modern könyvtárakba, lexikonadatokba. Az elektronikus információs rendszer behálózza az egész világot. Ki vagy te? Nekem dumálsz, lenézlek. Bámulatos, nem fogom fel. Hát én azt sem értem, hogy mitől világít a villany a lámpába, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk. Hát nálunk is vannak ilyen gépek és megfelelő szakemberek? Oh, bizony, és egyre többen lesznek, kinyomtatom. Megköszönöm. Na, ugye, látod, hogy mennyivel másabb. Lehet, hogy mindig a casting direktor azért többet tud a filmről, a készülendőben lévő filmről, aha, mint a színész, és először nem szokták elmondani, hogy mire gondolnak, hát ha kijön belőled magadtól is, aha, de hogyha ha nem, de mégis látják benned, hogy esetleg te másra gondoltál, de ez is benned van, akkor megkérik, hogy egy picit másképp is. Akkor borzasztó simulékonynak kell lenned, és igen, formálhatóan, igen. Tehát hogyha befeszülsz, akkor úgysem akarnak majd veled dolgozni. Igen, meg hát igen, ez sokkal bonyolultabb. Köszönjük Andinak, hogy instruáltál szuper bennünket. Volt, lehet, hogy valami szépen. Castingra. Most kedvet kaptál? A hollywoodi castinghoz nem kell partner, és akkor majd én végszavazok neked. De, hogyha neked. Jó az angolod, akkor légy szíves, segíts. Abszolút, a legjobb. Lehet, hogy nem járnál jól vele. Szóval. Jason Statham egyébként lehetnél kicsit hasonló a fizimiskán, de nem. Végül is. Találkoztam Jason Statham-mel? Nem a Ákos fél évvel, hanem az igen. Nem. Az Ákos fél évvel. Viszont igen. Azt adáson kívül mondta az Andi, hogy a Brad Pittnek olyan aurája van, hogy azért nem véletlenül, tehát nem csak egy farmer nadrág volt benne.